Juventust, és most legalábbis az újságok szerint arra készült, hogy akár meg is előzze torinói rivalisát, hát ehhez ugye arra lett volna szükség, hogy a Juventus otthon bukjon a Livornóval szemben. Ancelottinak azért gondjai is akadtak, hiszen a csatárai hetek óta nem rúgják a gólokat. Ugye a héten is kikapott a Milán az Eindhoventől a Bajnokok Ligája mérkőzésen. Ennek ellenére ezen a találkozón a Milán számított a mérkőzés abszolút favoritjának. És akkor nézzük a két kezdő csapatot. Shevchenko és Vieri, mint láthatják, csak a kispadon. Inzaghi, valamint Gilardino kezdett csatárként a Milán együttesében. Ami pedig az Udinézét illeti, Jakinta mellett Di Natale, a másik ég, Di Michele, csak a kispadon kapott helyet, Vidigal pedig sérülés miatt ott sem. Amint már említettem, tehát a Milán ugye a Juvét verte legutóbb 3-1-re, az Udinéze pedig egy gól nélküli döntetlent játszott a Palermóval otthon. Ami még mindenképpen a Milán mellett szólt, hogy az ellenfél együttesében Paoletti élete első A-ligás meccsére készült, őt látták tapsolni az imént, hiszen De Sanctis sérült volt. Inzaghié volt az első fejes, itt pedig már az első gól a 25. percben. Gilardino révén megszerzi a vezetést a Milán. Inzaghi megy el a bal oldalon Sensini mellett, gyönyörűen fordul le Felipe-ről Gilardino, és megszerzi 6. gólját. A Milánban viszont az elsőt a San Siroban. 27. perc. Kaká. Nem sokkal ment mellé. Aztán Serginho keverget. A bal oldalon Pirlótól kapja vissza a labdát. Lehet, hogyha beadja, akkor jobban jár. Nem sokkal később Jakinta fejeli vissza a labdát. Di Natale lő, de hát ez nem gond Didának. 37. perc. Zédorf. Lesz jelentősége, hogy tőle indul az akció, ugyanis ő is fejezi be. Kaká, majd Inzaghi szerepelt még ebben a gyönyörű akcióban. A holland középpályás góljával tehát immár 2-0 a Milánnak. És ugye, ha úgy vesszük, akkor Inzaghinak ez már a második gólpassza, Zédorfnak pedig a második gólja idén, az elsőt egy hete a Juve ellen szerezte. Hát ez bizony védhetetlen volt. 42. perc. Di Natale kísérlete igencsak halovány. Aztán Pirlo végezhet el szabadrugást. A 45. percben megpattan a labda, ezzel becsapja Paolettit. Immár 3-0. Akárcsak a Juve ellen egy héttel ezelőtt, most is szabadrugásból szerez gólt Andrea Pirlo, és ő is 2 gólos. Három nullával fordult tehát a Milán és az Udinéze a San Siroban. Ancelottinak nem lehettek komoly gondjai, de hát persze azért lejátszották a második 45 percet is. És 8 perc sem kellett hozzá, már is újabb gólt szerzett a Milán. Gilardino duplája, tehát a 4-0-át jelentette. Serginho még befutja Zédorf labdáját, és Inzaghi ugyan nem éri el, de Gilardinónak pont jó. Ez volt a nagy bravúr, ezt elérni, és ilyen pontosan beadni. Gilardino ezúttal kiváló labdát ad, Kaká azonban elég flegmán oldja meg. Aztán egy szép Paoletti védés Kaká lövése nyomán. Majd hosszú idő után megint jön az Udinéze, és a játékvezető ezért a buktatásért ott a pici kérdőjel 11-est ad. Jakinta és Gattuso találkozott, ez tény, történt-e szabálytalanság, hát ezt még sok-sok visszajátszás után sem tudtuk perdöntően megállapítani. Minden esetre Jakinta bebombázta a 11-est, ezzel 4-1-re alakította az állást. Aztán Di Michele próbálkozhat,
nem sokkal később ez Dida védi. Kozmi pedig bosszankodik, hiszen tudja jól, hogy sok esélye nincs a csapatának. Még a mérkőzés szorossá tételére sem, hát különösen így nem. Serginho lövése után ugyanis kijön a labda Paolettiről, érkezik Kaká, és neki is megvan az első gólja ezen a mérkőzésen. A bajnokságban egyébként már a negyedik, és ő a harmadik olyan játékos, aki azok után, hogy a Juvének is gólt tudott rúgni, betalál az Udinéze kapujába is. Íme Serginho, aki érzésem szerint a mezőny legjobbja volt, és Kaká. Perc, még egy fogelpróbálkozás. Ezt Paoletti fogja. És aztán már csak a végeredményt kell rögzítenünk. Milán Udinéze 5-1. Ez a Milán 8. győzelme sorozatban. És a tavalyi esztendőben is volt egy ugyanilyen kiváló sorozata a Milánnak. Idén már van egy, de hát még nagyon hosszú a bajnokság. Ez pedig a második gól elemzése némi grafikai segédlettel. Itt kapja vissza Inzaghitől Zédorf a labdát, és gyönyörű elő a bal alsó sarokba. Fejlődik a csapat. A mai győzelmünkkel például nagyon elégedett vagyok. Azt hiszem egyébként, hogy ennél sokkal jobban már nem nagyon lehet játszani. Ugyanígy viszont igen, és ez kötelességünk is, mi mindent meg fogunk tenni ennek érdekében.